Szóval beírjuk, hogy kliens, ugye bármivel azzal a keres kliensünk neve, kliens on a rohadt message, igen, meg eltakarja, nagyon jó. Message, igen, aztán megadunk neki rövidítés, örünk például küldő, azért ugye a message out for let cont egyenlő message content slice prefix length split, így. Aztán lehet args cont slice 1, nem 1, így. Nem const, cont, fontos, igen. Aztán if message content starts with, ugye prefixel plusz a clean-nel, ugye azzal fogunk tisztítani, ha már nem akarom összezavarni, azért lesz most más. Kill lesz ez, mint például, hogy érted, megöljük az üzeneteket, azért lesz kill, na. Ugye ez az a parancs, amit be kell majd írnunk, hogy törölje az üzeneteket. Aztán a science function purge message delete. Ó, láttátok ezt az autokorrektet? If message, nem, message member role find name, mint név alapján ugye főnök, message channel, nincs ehhez jogod. És akkor plusz küldő, plusz string. Ugye itt, ha most nem rövidítettük volna le, a küldő, ugye ami fent, az message author, vagyis message author to string. És akkor ezt így kellett volna írni, de most ilyen egyszerűen csak így beírjuk, hogy küldő to string. Aztán return. A lényeg az, hogy ugye, ahogy mondtam, hogy ez a felkiáltó jel itt az elején, az a nemet jelenti úgymond, szóval, hogy ugye ez azt jelenti, hogy az üzenet küldőjénél találjon olyan rangot, hogy főnök, és ha nem talált ugye itt a felkiáltójá, akkor ugye nincs főnök rangja, vagyis nem engedjük meg neki, hogy használja ezt a parancsot, vagyis hogy például, szóval a TIS szerveleteken a legnagyobb rang az más, mint főnök, mert az enyém, mert az a főnök, akkor írjátok ezt át. Következő. If, jó, hoppá, átállt a billentyű, mi? Igen. If is none args nulla, message channel send, kérlek, számot adj meg használat, ugye, bekértője kill, és akkor szám. Ugye ez meg az, hogyha nem adtunk meg semmit, akkor ezt kiírja szépen nekünk, hogy adjunk meg neki valamit. Tud esetleg, ha nem számot, vagy nem adunk meg semmit, akkor ezt kiírja. Következő, const fetch await message channel fetch message messages limit args 0. Kettős pont a végére, amint pontos lesz. Legyen lejjebb, console log fetched size. Ugye most szeretnénk írni, hogy mennyi üzenetet törölt. Üzenet találva, törlés, pont, pont, pont. És ja. Aztán message channel bulk delete fetched. Catch error console log. Hoppá. Így, és beírjuk, hogy error, 2-es pont dollár, error. Így, fontos, hogy ez a kis jel itt, ugye amivel most úgymond, ez nem macska köröm meg ilyesmi, szóval nem a shift 1-es, vagy a shift 2-es, ez a alt 7-es, szóval megnyomod az alt G-t, jobb oldalt, és megnyomod a 7-est. Úgy tudod ezt leírni, és akkor végre 2-es. Pontos lesz. És akkor szimplán ez az errorokat szépen elfogja nekünk kapni, úgymond, és igen. És akkor beírjuk, hogy jött. Hello. És ilyen egyszerű igazából. És ugye adunk neki egy üzenetet, hogy ez a törlő parancs.
Ja. És akkor meg itt a vége. Csak hogy észrevegyem, érted? Így. Hanem perfect. És akkor ugye itt vannak az adott a botjaim, ugye a testbot, amin tesztelek, a maga a Matthias bot, ugye, ami fent van maga a rendes szerveren is. És a Matthias egy noob, ez a kedves botot csináljuk. És akkor beírjuk, hogy node. Pont. És akkor fel is ugrik, ugye. Szóval itt van egy csomó üzenet, amit egyenként írtam be, és ezért egyenként lehet törölni. De van ez a kill parancs, ami egyből törli mindet. Mármint nem tudom most mennyi üzenet van, de most például 8-at töröljünk. És 8-at törölt. Aztán van még 3 kill, 4. Ugye már a sajátját is beleszámítja. Mármint amit kírunk, azt is törölnie kell, érted? És ennyi, és töröltük is a felesleges üzeneteket. Amit tudom én, mennyi van itt most, 7, akkor kill 7, akkor egyet meghagy, és akkor 7 üzenet találva, törlés. És akkor szépen kiírja a konzolba. Akkor találkozunk a következő videóba, a sziasztok! Make the streams louder.